Szia! Ebben a videóban szeretnék egy ilyen kis sárga hüvelyű babot ültetni. Már be is áztattam, körülbelül egy jó fél órája ázik itt a bab a vízbe. És akkor csináltam itt egy pici helyet. Itt tavaly ugyan ez a bab, csak zöld hüvelyű volt. Most itt egy picit meglazítottam kapával, ugye le volt takarva fűvel, azt félrehúztam, és akkor meglazítottam egy picit kapával, és akkor azt fogom csinálni, hogy mindjárt megmutatom, itt is vagyok, és akkor azt csinálom, hogy így kapával egy picit húzok el egy kis helyet, látod, nem olyan mélyre szeretném őket beültetni, és akkor megfogok egy ilyen 4-5 szemet, 4-5 szemet minimum be szoktam szórni. Jó, és akkor hoztam ide vizet, megöntözöm, visszaszórom rá így a földet, és akkor, hogy tudjam, hogy hol kell majd öntözzek, ide szépen egy kis fűcsomót rakok. És akkor jövök, körülbelül egy 40 centire, megint egy kis kapával elhúzom, megint teszek bele egy 4-5 szemet, megöntözöm, visszateszem rá földet. Jó, nem sok földet teszek vissza, csak egy 2-3 centit. És akkor megint így egy kis fűvel betakarom, csak azért, hogy tudjam, hogy hol kell öntöznem. És akkor jövök arrébb. Szintén körülbelül egy ilyen 30-40 centire. Beleteszek ide is. Azért szoktam beletenni egyébként egy 4-5 vagy 6 szemet, mert van mikor csak 2 vagy 3 jön, de van mikor kijön az összes. Úgyhogy ezt nem lehet kiszámítani, ez például a minőségtől is függ, hogy milyen minőségű babot tud venni az ember. Jó, és akkor nézd! Így van már ugye 3 elültetve, és akkor így fogom egy ilyen 30-40 centire minimum, mert hogyha kijön az összes, nagy bokor lesz, ráadásul ez azt írja, hogy 50 centi magas. Úgyhogy ezt így mindig így szoktam elültetni. Egyébként most azt is gondoltam már, hogy lehet, hogy jó lenne egy ilyen sort csinálni neki, és akkor így sorba beültetni. Jó, visszaszórom. Meglocsolom ezt. Jó, és akkor csak ebbe a videóban ezt szerettem volna neked megmutatni, hogy így ezt a bokorbabot, ezt így fogom elültetni. És akkor remélem, hogy ez most jó minőségű bab lesz, és akkor ki fognak jönni. Nézd, így elültettem a babokat, szépen megjelöltem, és akkor kíváncsiságból ide a végébe pedig tettem így egy sort, látod? Na hát erre kíváncsi leszek. Úgyhogy minden jót kívánok neked, jó kertészkedést! Szia!